rövid lesz. Mindenkit a tisztelt és szeretettel köszöntök. Szerintem egy fantasztikus év elé nézünk. Tesszeri képviselőtársam már elmondta, hogy a NATO felújításnak köszönhetően el fog készülni az észkérdezős pálya. Ez a mi életünkben óriási nagy dolog. Gondolom, hogy a fiatalok már jártak kint ennek a szezonnak a kezdetekor és az évezős pályán, és látották, hogy gyakorlatilag majdnem a pályán teljes hosszában készen van a partfüggő, még a két sóját kell megcsinálni és leaszfaltozni a part melletti szakaszt. Világversenyek rendezésre alkalmas pályánk lesz, legyünk erre büszkék. És örüljünk annak, hogy ebben az évben a Velencei vízi sportéletben nagyszerű eseménynek lehetünk majd részesei és tanulni, hiszen itt tudják rendezni szeptemberben a Masters szervezős világbajnokságot. És reméljük, hogy ezt további más versenyeket is fogod idehozni a térségére. Ami különösen fontos, hogy a Velencei tagi vízi sportélet gazdagok. Büszke jelentemre azt, hogy mi kiváló többszörös világbajnok, olimpiai ezüstérmes Kirill László kajakosok vezetésével, aminap megalakult a Velencei Vízisport Klub a VVSC. Köszöntsük a fiatalok számára is példát adó Kirill László olimpikonokat egy nagy tapsal. Pontosnak tartom ezt így bejelenteni, hiszen a Velencei Vízisport élet én vagy itt olyan a Vízisport Szövetség, én vagy itt olyan a mai, és bizony a létrejött új egyesületben a VVS is képviselteti magát, hiszen az alapító tagok között ott van Deák Csabai közöttünk, illetve az elnökségben ott van Szipa Antal, aki a Vízisport Szövetség elnökségi tagja is. És ilyen módon a székesfehérvári Vízisport életet felülmúlva utáltó Sport Egyesület, a VVS-i, VVSC és a VVS együttműködésének is tulajdonképpen remélhetőleg tagjai lehetnek. Nagyszerű dolog, hogy gazdag vagyok a sport életünk, újabb szervezetek, újabb egyesületek és remélhetőleg újabb sikeres sportolói eredmények lesznek ennek a következtében mindannyiunk számára örömteli. Kedves fiatalok, végül szeretnék nagy-nagy szeretettel gratulálni a VVS-i diákjainak, különösen a, és nem csak a diákjainak, hanem a fölkészítő edzőknek, tanároknak, különösen is azoknak, akik az elmúlt időszakban hazai versenyeken komoly eredményeket értek el. Gratulálunk neki, sok erőt, kitartást kívánok, és mindig csak gyerekek, nézzétek ezt a fiatalit a hátsó sorban. Ő a példa, ő a cél, kiugni az olimpiát, kiugni a nagyszerű versenyekre, de ha nem, akkor sincsen baj, egyre érjük, életen át végig is érjük meneteket, az egészséges életünkhoz való ragaszkodás és sportolás. Valóban, hogy ezért teszélyi képviselődésen fogalmazom, mindannyiunk élete gazdagabb, teljesen lesz a sporttól. Köszönöm szépen! A ne felejtsd, Vörösport Mihály versenyt. Ne felejtsd, egy gyáva kékszemélyt, akit birkaképpen leszek a vasárnál. Akit annyiszor megjelölt a szerelem és a barátság. Két hősi üzenem, akit síra és emelre egy iránt üzenem, gyengébb búcsúja gyönt. Mi vagy te, Jánbor? Hogy végen egy segélyről híj a hű emlékezet. A síron fázol. Elhozhat emel. Élet, halál, rájövődő más nehel. S te hű emlék vagy, de én nem változik. Míg a hűség tart, egy pillanatig. Igen, szemed, ha holnap fekete, mint a koron, hogy írhatnál velem, s anyukkal szemben néző álmokat, ne festenél, hogy rúton hozott. Az élet fényben úszó árjai átrémlenél, mint tettőkön hozni. Ne felejtsd el szent nagy esküvet, király. Ne felejtsd a hálát, nép, a fejlődhet. Ne felejtsd el gyermek őszüleidet, szülő, ne hagyd el leszúgyen neked. Ne felejtsd a munkát és a becsületet, hogy a jutalmat
Ne felejts el lenni ember, s hű barát. Soha ne felejtsd el, honfi, hazát. Ha elrendelél, szerint rá, sem van már nem te, aki bűnbe vált, akkor mondanám, hogy ne felejts. Most vagy, hogy gyarló lelkeket megíts. Mindig arra biztatom őket, hogy az élsport és azon belül is olimpikon világbajnoki címeknek az megszerzése az csak a piramis csúcsa. Nem minden gyermek lesz élsportoló. De hogy szeresse a vizet, szeresse a közösséget, szeresse azt a sportágat, legyen bármelyik kis hit a BBS-i belül, az mindenképp fontos. De legalább ilyen fontos az is, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik kimernek ideállni, és csodálatos szép verset elmondanak nekünk. Ahogy az évvégi ünnepségeken is. És ezt külön köszönöm. Gyermekeink néhány év múlva az élet sok helyén fognak megjelenni. A sport csak segít ahhoz a neveléshez, amit szülő, iskola, egyház és a sport közösen ad. Anélkül nem lehet, nem lesz teljes gyermekeink nevelése. És ezért is kértük azt elmúlt évek során, személy szerint én magam is, hogy persze, fontosak az aranyérmek, kupák hazahozatal a különböző versenyekről. Fontosak azok a sikerek, amelyet egyes versenyünk elérnek, de mert legalább olyan fontos, hogy embereket faragjunk ezekből a kicsikből, és kamaszokból egyaránt. Hogy közösséget neveljünk, mert az fogja őket megtartani a következő évtizedekben is. Én ezt szeretném megköszönni igazgatónak, szeretném megköszönni versenyvezetőinknek és sportvezetőinknek is egyaránt, a VBS, illetve a Florekráció munkatársainak is, akik ebben a közös nevelésben azzal is részt vállalnak, itt vannak közöttünk sérült, fogyatékossággal élő gyermekek, idősök, szülők és hozzátartozók egyaránt. Isten áldja meg mindazokat, akik ehhez sok mindent tettek, és lesznek is a jövőt. Ezzel a következő, vagyis ezt az évadot, 2019. évi Velencei Tavi évadot megnyitom, hivatalosan is, és miután bizony sportolók vagyunk, ezért én arra kérem önöket, hogy aki cukorból van, az sem baj, az a szállodába jöjjön át, aki kicsit bírja ezt az esőt, pedig jöjjünk ki oda a füves területre, hiszen most fogjuk a tóba elhelyezni, hosszú út, illetve a bevezőt belopni. Ezzel nyílik meg hivatalosan Himnusz legszentebb imádságunknak a hangjaira ez az évad. Egy gondolat még, hogyha megengedik, esős időben, én nem is emlékszem, hogy nyitottunk meg úgy ünnepséget az elmúlt években, hogy ilyen idő volt és a tornaterembe szabadultunk vissza. Az a helyzet, hogy az eső ez hála Istennek jót tesz a földeknek, az erdőknek és élő vizeinknek is, amilyen a Velencei tó őrizzük meg olyannak, amilyen most is. Isten áldja önöket, Isten áldja benneteket, nagyon szép versenyzést kívánok egész évben, közösségteremtést. Köszönöm szépen!
vizet és a vízisportokat. Az élsport és azon belül is olimpikon világbajnoki címeknek a megszerzése, az csak a piramis csúcsa. Nem minden gyermek lesz élsportoló. De hogy szeresse a vizet, szeresse a közösséget, szeresse azt a sportágat, legyen bármelyik is itt a BBS-in belül, az mindenképp fontos. Az állam 2011-ben átvette a velencei tavi sportiskola üzemeltetését, akkor mintegy 100 utánpótláskorú sportolójuk volt, mostanra azonban háromszor annyian lettek. Ez úgy lesz, hogy kell, hogy jellemzően 150 kajakkenus versenyzünk van, és a 100 körüli evezős. Az ünnepségen elismerést kaptak az elmúlt időszak legeredményesebb sportolói. A velencei tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos azt mondta, a legfontosabb az, hogy a fiatalok ne mondjanak le álmaikról. Kívánom nektek, hogy ez a csodálatos hely, ez a nagyszerű környezet a 2019-es idényben is adja meg számotokra lehetőséget, hogy közelebb kerüljetek a természethez, tapasztaljátok meg társaitok, tanáraitok, példaképeitek között a közösség erejét, és tegyetek egy óriási lépést, hogy stílszerű legyek, kerüljetek egy hajó hosszal közelebb saját álmaitokhoz. Az évadnyitón megkoszorúzták a velencei tavat, és a fiatalok közösen énekelték el a magyar himnuszt.